Litter Árpádról már tudjuk, hogy eljutott a fináléig, is láthattuk őt az elődöntőben. Itt pedig a Vasi Volánd versenyzője Kányási Sándor próbálja majd meg azon törekvésében megakadályozni, hogy a 10. magyar bajnoki címét szerezze meg a csepeliek klasszisa. Egy súlycsoportot följebb ment, és ez az idei Európa bajnoki bronzérem az első igazán komoly eredménye az új súlycsoportjában. Villámgyorsan megvan a vezetés számára Kányási ellen. Kányási Sanyiról tudni kell, egy nagyon fiatal versenyző, szorgalmas, tehetséges, és az, hogy itt lehet a döntőbe, és a Ritterrel birkózhat pont, ez egy nagy siker az ő eddigi birkózó pályafutásában. 3-0-nál folytatódhat a mérkőzés, annak is az első menete. Ritter egyenlőre abszolút meggyőző. Viszont Kányási nem vonul teljes passzivitásba, ő próbált meg lábra menni. Hát úgy van vele, hogy ha már itt van, akkor ő is megpróbál egy-két dolgot, hát ha sikerül, miért is adná föl természetesen. Ritter megint csak átnyalábolja. Ebből nagyon könnyen mögé kerülés lehet. Meg is van. És abból még a pörgetés is jó. Nagyon szép akciósorozat volt. Úgy néz ki, hogy el is jutott 6 pontig Ritter Árpi, így megvan az első menet a számára. Igen, mert 6 pont különbségnél automatikusan véget ér a menet, független attól, hogy mennyit eltel abból a 2 percből. A támadó kedvet így jutalmazza a Nemzetközi Szövetség ezen döntése. Itt tehát valami hasonlót láthattunk ismét, mint egyel előbb a 96 kg-os fináléban. Ritter Árpád 6-0-val abszolválja az első menetet. Most pedig jöhet a folytatás. Ebben a kategóriában egyébként 10 volt az indulók száma. Ez, hogyha végigböngészük a nevezési listát, valamivel az átlag alatt marad, hisz ennél kevesebben már csak a 60, illetőleg az 55 kg-ban neveztek, szám szerint 9-en. A szőnyegen természetesen tovább folytatódik, amit az első menetben már megszokhattunk. Ritter akció, Ritter pontok, 2-0. Kányási bizalomra okot adó akciója. Más kérdés, hogy Ritter jön ki belőle jobban, ő kerül ellenfele mögé. De nagyon szimpatikus a fiatal Vasi Volán versenyző hozzáállása. Nincs vesztenivalója, úgyhogy de hozzáállása tényleg biztató lehet. És ráadásul már nyert egy bajnoki ezüstöt minimum. Igen. Megint ő indult támadásba. Mindketten bokára mentek, és ebből megint csak a rutinosabb. Egyenlőre mindenképpen jobb versenyző hírében álló Ritter jött ki győztesen, és megint csak eljut 6 pontig. A második menetben is így 2 sima menettel hozza a magyar bajnoki döntőt, és megszerzi 10. magyar bajnoki címét, hát egyedülálló teljesen.